Nagyon ügyes ez a ló. Lányom is persze. 8-asokat csinál, meg nem tudom, ügyességi hajlítgatások, ami nem baj. Csak jó. Helyes lába, tudja már otthonról. Nagyon ügyes. Hív a földes Bence, le kell raknom. Jó. Az biztos, hogy egy talentum. Ha! Nagyon ügyi. Elég is, nem? Gyere erre egy kis kört itt a nappal szem, olyan szép, hogy gyere ide mögém. Ügethetsz, tudom, hogy mit akarok. Mögém is úgy, mint előbb, szép, lassan, itt gyere el, lassan lépésbe. Majd szólok, jó? Jó. Jó. Nagyon jó fej. Készíts is meg, 4,5, meg egy táp, hagyj egyen. Jó van, Gizikém, nagyon édike vagy, az biztos. Az biztos, hogy édike vagy. Még én is ültem rajta egy 5 percet. Valamikor. Meg amikor mostad őt, emlékszel? Fölállva. Apátok vére vagytok, az biztos. Bum, most lefordulnék. Na, hát leugrasz. Max bokatörés, ilyesmi. Jó, ne vitézkedj azért annyira. Mondjuk hozzád nőtt. Na ja, ez a szobor ugyanez, ugye? Szobor ugyanez van, figyelj. Na, vidd be őt kicsim, nehogy ezért legyen, azt adj be neki hamikát, hogy legyen ideje megenni, ne kelljen kapkodni, jó? Így van vissza a Bencú, de tündériló. Le a kalappal előtte. Hagyd már őt nyugodtan.